Sok szeretettel üdvözöllek! Ebben a videóban egy 15 perces meditáció fog következni, de mielőtt belemennénk a gyakorlati részbe, szeretnék egy pár gondolatot megosztani veled a meditációval kapcsolatban. Ugyanis nagyon sokan azt gondolják, hogy a meditáció egy nehéz vagy egy bonyolult dolog. Van, aki megpróbálkozik vele, és aztán azt hiszi egy-két alkalom után, hogy neki ez nem megy, és inkább feladja. Úgyhogy ezért szeretnék egy pár praktikus tanácsot adni neked is, hogy ne ijedj meg például az első tapasztalásoktól, mert hogy általában az szokott lenni, hogy valakinek jel meditálni, és azzal találkozik, hogy nem tudja elcsendesíteni a gondolatait, és aztán itt fel is adja, és nem próbálkozik tovább. És hogyha te is ezzel találkozol, akkor szeretném, hogy tudd, hogy nagyon jó úton haladsz, ugyanis mindannyiunknak tele van az elmé felesleges gondolatokkal, folyamatosan agyalunk, folyamatosan pörgünk mindenfajta helyzeteken, amik a múltban történtek, vagy éppen amik valószínűleg a jövőben fognak. Úgyhogy nem vagy egyedül azzal, hogy sok a gondolatod, és hogyha már ezt meg tudod figyelni, akár egy elcsendesedés alkalmával, akkor az azt jelenti, hogy nagyon jó úton vagy. Természetes, hogy az elmét nem lehet egyik napról a másikra egy csettintésre átkattintani, és hogyha x éven keresztül például soha nem csendesedtél el, vagy nem gyakoroltad az elcsendesedést, akkor ne várd el magadtól, hogy akár egyik pillanatról a másikra ez sikerülni fog. Persze nem lehetetlen. Szóval lehet, hogy azon szerencsések egyike vagy, aki rögtön ráérez a meditációnak az ízére. De hogyha mégsem, akkor is tényleg fontos, hogy tudd, hogy nem lehet elrontani. Nem tudod rosszul csinálni a meditációt, mert hogyha már leülsz, becsukod a szemed, és csak egy picit befelé figyelsz, és bármit is találsz oda bent, akár zajt, akár csendet, akkor már jó úton vagy. Úgyhogy ezt kérlek, jegyezd meg, hogy nem tudod elrontani. Nem tudod rosszul csinálni a meditációt. És egy nagyon fontos dolog még, hogy a mindennapi életünkben ugye azt szoktuk meg, hogy úgy érünk el dolgokat, hogy teszünk érte. Akkor lesz kész a vacsora, hogyha valaki megfőzi. Na most a meditációban pont egy ellentétes minőség az, amire szükség van. Pont, hogy a nem cselekvés az, amivel haladni lehet, úgymond a meditációban. És pont emiatt tűnhet elsőre nagyon nehéznek, hiszen a mindennapi megszokott tevékenységünk az a cselekvés. És aztán hirtelen, amikor nem kell semmit se csinálni, akkor azt nem is tudjuk, hogy hogy csináljuk azt a bizonyos semmit. De itt is megint csak a gyakorlás az, ami természetesen segíteni fog neked is. Úgyhogy ezt is kérlek, így jegyezd meg, vagy így raktározd el, hogy igazából semmit nem kell csinálnod, miközben meditálsz. Tehát a meditációt nem kell csinálni. A csendet, az elme csendjét nem kell neked megteremtened, nem kell neked létrehoznod. Azt hisszük, hogy akkor jön létre az elme csendje, hogyha majd mi megállítjuk a gondolatok áramlását. Hogyha már valaki próbálkozott ezzel, akkor valószínűleg azt tapasztalta, hogy nem sikerült neki. Mert ugye, amint meg szeretnéd állítani a gondolatok áramlását, az egy újabb gondolatot hoz létre. Hiszen azon kezdesz el gondolkozni, hogy nem szabadna, vagy nem akarok gondolkozni. Jó, tehát megint csak nem a cselekvés az, amit működni fog, hanem a nem cselekvés. Azt is lehetne mondani, hogy a megengedés. Valahol a megengedés és a nem cselekvés így hasonló minőséget képvisel jelen helyzetben. Tehát, hogyha megengeded azt, hogy a gondolataid jöjjenek, menjenek, áramoljanak, és nem akarod őket megállítani, hogyha nem akarsz ellenállni annak, ami van, akkor egyszer csak majd azt veszed észre, lehet, hogy akár első alkalommal, vagy tizedik, századik alkalommal, hogy magától elcsendesedtek a gondolatok. Ez azért tud megtörténni, mert valójában a csend az mindig ott van. Minden gondolatod mögött ott van a csend. Ezt nagyjából úgy lehet elképzelni, mint a felhőket az égbolton. Attól még, hogy felhők vannak, attól a nap még ugyanúgy süt.
Az egy dolog, hogy te nem látod a felhőktől, mert mondjuk be van borulva az ég, de ez nem jelenti azt, hogy a nap ne sütne. Nagyjából így képzeld el a gondolatok és a csend viszonyát is. Jelen helyzetben a gondolatok a felhők, a csend pedig a napsütés. Tehát amikor a gondolatáramlás jelen van, valójában akkor is ott van mögötte a csend. És ahhoz, hogy te ezt a csendet mondjuk úgy meg tud tapasztalni, ahhoz elég, hogyha csak hagyod, hogy a felhők, vagyis a gondolatok maguktól áramoljanak, és aztán egyszer csak ki fog tisztulni az égbolt, és ott találod magad a csendben, a jelenlét csendjében. Úgyhogy ezért is mondom azt, hogy a meditációt nem kell csinálni, a csendet nem kell megteremteni, létrehozni, mert már igazából ott van, és hogyha nem csinálsz semmit, akkor is ott lesz, sőt, a nem csinálással sokkal hamarabb meg tudod tapasztalni. Amit még ugye meditációval összeszoktunk kapcsolni, az a jelenlét. Szeretnénk ugye jelen lenni, azért meditálunk. És itt is, hogyha megfigyeled valójában, mi is a jelenlét, mi a jelen pillanat, akkor láthatod azt, tényleg csak egy kicsit figyeld meg, hogy mi a jelen pillanat. Ugye a jelen pillanat az itt és most. És hova szeretnénk bekerülni, úgymond a meditáció által? Ide, a mostba. Nem furcsa ez egy kicsit, hogy amúgy már itt és most vagyunk, és ide szeretnénk bekerülni, akkor kell bármit is csinálni ahhoz, hogy ide kerülj, ahol már amúgy is vagy? Nem. Úgyhogy ahhoz sem kell semmit sem csinálnod, hogy jelen légy, mert már jelen vagy. Ami miatt azt érzékeled, hogy nem vagy jelen, az megint csak a gondolatok áramlásának köszönhető. Hogyha elkezded megfigyelni majd a gondolataid természetét, akkor meg tudod figyelni azt is, hogy a gondolataink általában a múlthoz vagy a jövőhöz kapcsolódnak, vagy azon rágódunk, ami a múltban történt, vagy azon agyalunk, ami esetleg a jövőben talán meg fog történni. De amikor tényleg jelen vagy, biztos, hogy neked is volt már jelenlét élményed, akkor ott nincsen gondolat. Tehát a múlt és a jövő az megint csak idebent a gondolatokban létezik. És amikor úgymond a felhők fölé tudsz kerülni, vagy a gondolatok mögé a csendbe tudsz kerülni, akkor automatikusan jelenlétté válsz. Hiszen nincs más, csak a jelen. Nincs múlt és nincs jövő ebből a nézőpontból. Természetesen egy másik nézőpontból létezik, hiszen az előző pillanat is volt, és a következő pillanat is lesz. De ami igazán valóságos, az az itt és most. A múlt és a jövő sokkal ködösebb, megfoghatatlanabb, illuzórikusabb természetű. Míg a jelen az azt gondolom, hogy elég valóságosnak tűnik így mindannyiunknak. Jó, tehát összegezve, a meditáció nem nehéz, hiszen semmit nem kell csinálnod ahhoz, hogy a csendet megtapasztald, semmit nem kell csinálnod ahhoz, hogy jelen legyél, épp csak a csinálást kell tudnod, úgymond egy picit félretenni, egy picit elengedni. És hogyha ez nem sikerül elsőre, akkor ne haragudj magadra, ne ostorozd magad, hiszen tényleg gondolj csak bele, folyamatosan csinálunk valamit. Abban a pillanatban, ahogyan reggel felébredünk, indul a csinálás, indul a cselekvés, és egészen addig, ameddig este meg nem állunk, és le nem fekszünk aludni, addig csinálunk valamit. Szóval, hogyha van egy ilyen alapműködésünk, akkor lehet, hogy ez tényleg nem egy csettintésre fog megváltozni. Szóval, hogyha nem úgy érzed, hogy nincs elsőre sikerélményed, akkor pedig emlékezz arra, hogy nem tudod elrontani, és minden csak gyakorlás kérdése. És lehet, hogy elsőre nem, lehet, hogy másodszorra sem lesz az az igazi jelenlét élményed, de lehet, hogy harmadszorra már igen. Úgyhogy arra biztatlak, hogy ne add fel, nem tudod rosszul csinálni, és tulajdonképpen nem is kell semmit sem csinálnod, úgyhogy nem tudsz mit elrontani. Jó? Úgyhogy rövid kis elméleti rész után, akkor jöjjön most tényleg a meditáció a gyakorlatban. Praktikus tanács, hogyha esetleg egy párnát hozol magad alá,
Különféle jogás párnákat lehet mindenhonnan beszerezni. Van félhold alakú, kör alakú, illetve hengerpárna is. Hogyha nincsen jogás párnád, ne jegy meg, jogás párna nélkül is lehet meditálni. Igazából bármilyen párna megteszi, vagy összetekerhetsz egy pokrócot, sőt, esetleg még felülhetsz székre is, hogyha szeretnél. Arra figyelj, hogyha széknél ülsz, hogy ne legyen megtámasztva a hátad. A fekvőtest helyzetet jelen esetben nem annyira ajánlom, mert más tudatállapotot hoz létre, úgyhogy kérlek, hogy maradj inkább az ülésnél. És hogyha párnán ülsz, akkor keresztezett lábú ülésben helyezkedj el. Itt is érdemes arra figyelni, hogy úgy állíts be a lábakat, hogy sehol ne nyomjon semmi semmit, hiszen hogyha már most mondjuk az elején elkezd egy picit nyomódni a lábad, akkor lehet, hogy egy pár perc után már zsibbadni fog, és hogyha elzsibbad valamelyik testrészed, akkor az kérni fogja a figyelmedet. És hogyha valami fáj, zsibbad, vagy akármi, akkor nem fogsz tudni igazából a finomabb folyamatokra ráhangolódni, hiszen a testre fog áramolni a figyelmed. Úgyhogy praktikus úgy elhelyezni a lábakat, hogy először a bal sarkat húzod a medencéhez, aztán pedig a jobb sarkat húzod a bal sarok elé. Azért is javasoltam a párnát, mert hogyha a térd közelebb tud kerülni a földhöz, akkor sokkal könnyebben el tud lazulni a csípő, és így sem fog feszülni. Jó, hogyha felültél a párnára, akkor vedd ki a kezek segítségével a farizmokat, és csak egy nagyon-nagyon picit billentsd a medencét előre. Egyenesíts ki a hátat, nyújtsd meg a gerincet, nyújtózz meg fölfelé a fejtetővel. Körözz egyet hátra a vállakkal, nyisd meg finoman a mellkast, és aztán engedd le a vállakat lazán, helyezd el a karokat kényelmesen, fordíthatod a tenyereket lefelé, vagy akár fölfelé is. Legyen egy nagyon picit hátra húzva az áll, legyen hosszú a tarkó, és aztán lassan hunyd be a szemeket. Először csak vegyél egy mély lélegzetet, egyet sóhajts. Ügyelj rá, hogy ne essen össze a tartás. Maradjon egyenes a hát, maradjon hosszú a gerinc. Csak kezd el a figyelmedet vezetni, kezd el a figyelmedet tudatosan irányítani. Először figyeld meg a fizikai testet, figyeld meg ezt a pozíciót. Csak kezd el elengedni a testből az ellenállásokat. Kezd el elengedni a testből a felesleges csinálást, a felesleges erőfeszítést. Figyeld meg a lábakat, karokat, és nyugodtan hagyd őket ellazulni. Figyeld meg a csípőket, vállakat, és engedj el belőlük is minden felesleges feszültséget. Hagyd, hogy a könyökök, vállak lesüllyedjenek. Majd vidd a figyelmet a gerincre, és közben maradjon végig a hát egyenes. Maradjon a gerinc hosszú. A hát egyenessége segít abban, hogy megtartsd a tudatosságot, hogy jelen légy, miközben befelé figyelsz. Finoman legyen a mellkastere is megnyitva, erre pedig azért van szükség, hogy a levegő mélyen és könnyedén tudjon áramolni. Vezesd a figyelmet az arcra, és az arcból is engedj el minden feszültséget. Hagyd ellazulni az elkapcsot,
Hagyd kisimulni a homlokot. És engedd puhulni az ajkakat, szemeket is. Szinte engedd meg, hogy önmagát tartsa a test. Tényleg próbáld meg félretenni a csinálást. Nem kell neked tartanod a pozíciót. Megtartja a test önmagát. És aztán lassan vidd a figyelmet tovább. A lélegzetre. És a légzés sem kell neked irányítanod. Nem kell neked lélegezned. Lélegzik magától a test. Itt is tedd félre a cselekvést. Tedd félre az akarást, a törekvést. És csak figyelj. Figyeld, ahogy a levegő áramlik. Érezd, hogy a belégzés finoman megnyitja a mellkast. Érezd, hogy a kilégzésre a mellkas megkönnyebbül. Be is lépnek eközben gondolatok az elmédbe. Emlékezz rá, hogy nem kell nekik ellenállnod. Nem kell a gondolatok áramlását megállítanod. Csak figyelj. Figyeld, ahogy a gondolatok jönnek, mennek, úgy áramolnak, ahogy a levegő áramlik be és ki. Nyugodtan tegyél félre minden törekvést. Tegyél félre minden cselekvést, minden akarást. Egyszerűen csak legyél, és figyelj. Figyeld, hogy mi történik, amikor nem akarsz a pillanatból kimozdulni. Amikor megengeded, hogy a jelen olyan legyen, amilyen. Mi történik, amikor belekerülsz a teljes elfogadás, a teljes megadás állapotába. Nem kell semmit csinálnod. Csak figyelj. Lélegezz. Meg is jelennek gondolatok. Hagyd. Engedd. Hadd jöjjenek, menjenek, mint a felhők. És te mindeközben csak légy a tiszta égbolt. Nem kell, hogy a gondolatok megérintsenek. A felhők sem érintik az eget. Te csak legyél a tiszta égbolt.
legyél a csend. Gondolatok mögött. És ebből a csendből figyelj, de ne ragadj meg semmit. Ne kapaszkodj bele semmibe. Csak figyelj. Ebből a csendből kezd el szemlélni újra, ahogy lélegzel. Tudatosítsd a levegő áramlását. Tudatosítsd nyugodtan a gondolatok áramlását. De még mindig a csendből szemlélj, figyelj. Kezd el megérezni újra a fizikai testet. Kezd el megérezni ezt a pozíció, testhelyzetet. És aztán lassan újra vedd fel a cselekvő szerepét, és kezd el elmélyíteni finoman a lélegzetet. Végy egy mély belégzést, egyet sóhajts. Majd billentsd a fejet előre, engedd az állat a mellkashoz. Emeld el a karokat a combról, zárd össze a tenyereket a szíved előtt. Figyeld meg, hogy most hogy érzed magad. Mi történt ez alatt a néhány perc alatt? És aztán dörzsöld össze a tenyereket. Majd a meleg tenyereket hozd a szemek elé. Hagyd, hogy a melegség átjárja a szemüreget. Majd pislogd bele a tenyerekbe, engedd kinyílni a szemeket. És aztán lassan simítsd le az arcot, pislogd párat. Majd engedd le a karokat. Köszönöm szépen a figyelmedet. Szívből kívánom, hogy a meditáció költözzön be a mindennapjaidba.